Amikor leülök gondolkodni arról, hogy mit mondjak ezen az estén nektek, még nem tudom, hogy fog befejeződni a kis gondolatmenetem. Nem tudom, hogy lesz-e a szövegben happy end, nem tudom, hogy lesznek-e poénok és lesznek-e velős gondolatok, nem tudhatom, hogy a jók fognak-e nyerni, nem tudhatom, hogy a lovag rátalál-e a szerelmére, nem tudhatom, hogy élvezni fogjátok ezt a pársort, nem tudhatom, hogy nevetni fogtok-e, és azt se tudom, hogy lesz-e értelme. Amikor az ember leül szöveget írni, arra törekszik, hogy amit ír, az ütős legyen, rövid legyen, és jó legyen a csattanó. És hogy legyen értelme. Vicces, nem? Mind erre törekszünk. Hogy jó legyen a csattanó. És hogy legyen értelme. De nem csak a szövegírásnál, hanem az élet bármely területén nagyjából ezek mozgatnak minket. Viszont van egy nagy ellenségünk. Az idő. Amiből sosincs, és sosem lesz elég. Hisz minél több idő telik el, minél jobban múlik az idő, annál jobban szembesülünk azzal, hogy mennyi mindenről lemaradunk. Egy közös program a barátokkal, egy elmulasztott pillanat, egy kimondatlan szó, egy meg nem született, egy meg nem valósított gondolat. Szomorú ezt kimondani, de ahogy telnek a napok, úgy veszítünk el. Szépen, lassan, mindent. Szomorú ezt kimondani, de holnaptól nem lesz semmi sem más, nem lesz semmi se jobb. Nincs varázslat, nincsenek csodák. Az új év nem biztos, hogy tartogat új lehetőségeket, nem biztos, hogy elhozza a várva várt sikert, hisz az idő az, amit sosem fogunk legyőzni. Vagy mégis. Talán ha jobban élnénk a mának, talán ha kihasználnánk a lehetőségeket, talán ha nem idegeskednénk feleslegesen apró cseprőgyek miatt, talán ha nem gondolkodnánk kicsinyesen, talán ha nem mindent akarnánk, talán ha nem a célra koncentrálnánk, hanem az addig elvezető útra, talán ha nem másoktól várnánk a választ az élet nagy kérdésére, talán ha tényleg élni akarnánk, talán ha valóban boldogak akarnánk lenni, talán ha nem az ismeretlentől, az új dolgoktól félnénk. Talán, ha nem egy zárt burokban élnénk. Na jó, talán jobb lesz holnaptól. Talán kevésbé fog fájni. Talán sikerül valamit, valakit megtalálnunk. Talán nem kell már a csodára várnunk. Talán, ha megpróbáljuk, most sikerül. Talán, ha kitartunk, az öröm nem merül. Talán megéri egy szebb holnapért harcolni. Talán megéri majd azokra a bizonyos pillanatokra összpontosítani. Talán megtudod, hogy mi az, amit üzenni akarok neked. De ez a te életed. És neked kell döntened. Én nem tudhatom, mi az, ami benned él, és azt se, mi adhat igazi reményt. De rájössz majd, mikor valamit írnál. Tudod, csak egy egyszerű szöveget, amit az életed diktál.